Szent István királyunk városában, hazánk első fővárosában, Esztergomban, a Szent Erzsébet iskolában augusztus 19-én lett átadva idén, már 21. alkalommal a Szent István díj és a Szent István díj emlékérem. Az ünnepségen köszöntő beszédet dr. Kásler Miklós professzor, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója mondott. Hölgyeim és uraim, én úgy gondolom, hogy István legnagyobb érdeme az avar alapokon megszervezett vármegyék mellett az volt, hogy a térítést, ami legalább 100 éve folyt két irányból, Bizáncból is, és Róma felől is, a keleti frank királyság, illetve a német-római császárság irányából, Salzburgból és Passauból megszüntette, és a térítés középpontját idehozta, Esztergomba hozta, bizonyítva vele azt, hogy Magyarország önálló. A koronát sem a császártól kérte, mint a korabeli királyok, akár a bizáncitól, akár a német-rómaitól, hanem a pápától. Mert a szuverenitás a legősibb magyar összetartó erő. A Szent István díj emlékérmet elsősorban olyan személyek kaphatják, akik a helyi közösség érdekében kiemelkedő tevékenységet végeznek. Ez az emlékérem a körzeti televízió díja, melyet szintén Bihari Antal alapított és terveztetett. Évek óta adósa vagyunk két embernek, akiknek különböző okok miatt nem tudtuk átadni a méltán megérdemelt Szent István díj emlékérmet. Ezek közé tartozik Erős Gábor úr, aki időközben a térség országgyűlési képviselője lett. Kassai Viktor, nemzetközi labdarúgó játékvezető, egykoron a világ legjobb játékvezetője méltatta az Arany játékvezetői kar tagjának, Erős Gábornak tevékenységét. 4 éve lett Esztergomban alpolgármester, tavaly óta pedig parlamenti képviselő lett, hogy képviselje az esztergomiak és a környékbelieknek a dolgait a legmagasabb fórumokon. Munkája és a sport mellett nagyon fontos számára az, hogy alapítványokat támogasson, legtöbbképpen a daganatlan küzdők életét szeretné támogatni, azért is fontos, hiszen ő a saját harcát már megvívta, és átérzi ennek a problémának minden fájdalmát és nehézségét. Én azt gondolom, hogy méltán büszkék rá legtöbbképp szülei, akik mellett mai napig minden nap kiáll, és teszértük és figyel rájuk, felesége és gyermekei, és azt gondolom, hogy most odaítélt emlékérem Gábornak egy óriási elismerés, és nem hiszem, hogy jobban megérdemelné valaki, aki itt Esztergomban élte az életét. Erős Gábor a következő gondolatokkal köszönte meg a kitüntetést. Megmondom őszintén, megkotoltam. Aki ismer engem, tudja, hogy kicsit szentimentális vagyok, és ilyenkor kicsit küzdök, hogy ne könnyezzem el magam. Köszönöm Viktornak, hogy itt volt. Feleségem, gyermekeim mellett a Viktort is családtagnak mondhatom, hiszen több mint 400 meccsen voltunk együtt, és meg annyi dolgot értünk meg. És egy biztos, bárhol vitt a sors, bárhol mentünk a világon, legyen az Afrika, Ázsia, amerikai földrész, én büszkén vallottuk mindig, hogy magyarok vagyunk. Én az mellett pedig büszkén vallottam mindig, hogy esztergomi. És mindig megjegyeztem azt is, mikor azt mondták, hogy Komárom megyek, mondtam, nem, az Komárom Esztergom megye. Hát Esztergomot ne felejtsük. És azt mondja, hogy ezt a díjat megkaphattam, számomra azért fontos még, hiszen mikor az ember az első díjat kapja a szülővárosába, az nagyon megható. Az Estharang című énekkel az idei díjazott lánya, Csingerné Lőrinc Gabriella köszöntötte édesanyját és a jelenlévőket. Thank you.
Hósa Homoly Erzsébet, a Rákóczi Szövetség Gömörben polgári társaság elnöke, méltatta Lőrinc Sarolta Aranka az idei év Szent István díj emlékérem kitüntetettjének közéleti tevékenységét. Lőrinc Sarolta Aranka író, költő, népdalénekes. Csemadok örökség és Szeder Fábián díjas hagyományőrző, a magyar kultúra lovagja. Az Ipoly Balogi örökségserleggel kitüntetett Bukréta népdal csoport szakmai vezetője, nótafája. Népviseleteiknek készítője, hímzője, könyveinek illusztrátora. Óvodapedagógusként tevékenykedett. Sok tapasztalattal a hátikosarában, csodálatos gyermekkori élményekkel, nyugdíjasként 2009-ben kezdett írással foglalkozni. Ponni kezdte a meseszálakat, hogy erős kapaszkodót nyújtson, hogy belénk csepegtesse a magyarságot, a keresztény nemzettudatot. Azt vallja, hogy a múltunk megismerése, ősi kultúránk megélése megtartó erőt jelent, amit tovább kell adni a jövő nemzedékének. Összesen 8 önálló könyvet adott ki önköltségen, magánkiadásként kis példányszámban. Lőrinc Sarolta Aranka hálás szívvel mondott köszönetet. Tisztelt ünneplő közönség, kedves magyar testvéreim! Nagy megtiszteltetés ért engem ezzel az emlékérem díjjal, Szent István emlékérem díjjal, ugyanis Bihari Antal úrral az ismerettségünk már nagyon régi, gyakran meghívott engem énekelni, de álmomban sem gondoltam volna, hogy egyszer én is itt fogok állni, és az emlékérem díjasa leszek. Istennek is szeretném megköszönni. Istennek mindig hálát kell adni mindenért, mert nincs semmi véletlen az életünkben, mindennek van oka és okozata. Ezután Szeredi Krisztina, magyar ezüst érdemrenddel kitüntetett énekművész előadásában hallhatták az ünnepség résztvevői az Él a magyar mindörökké című dalt. Az idei év Szent István díj kitüntetettje a Várpalotai Trianon Múzeum megálmodója dr. Szabó Pál Csaba lett. Dr. Szakály Sándor történész professzor, az alapítvány elnöke méltatta a díjazott közéleti tevékenységét. És azt gondolom, hogy ez a munka, amelyet ez idáig végzett, és gyaníthatóan ezt követően is végezni fog, érdemesítette őt erre a díjra, hiszen elhangzott Kásler professzor részéről, Prokop Mária professzor asszony részéről is az összmagyarság, a magyarság, a múltunk és a Szent Istváni gondolat. Szent István fölépítette azt a hazát, amely most kisebb, mint egykoron volt, de szívünkben, lélekben ott kell, hogy legyen, hiszen itt vannak azok a nemzettársaink, akik, ahogy elhangzott az előbb, az Ipoly túloldalán is lehetnek, ami vagy hajózható volt, vagy nem hajózható volt, bár ez egy kicsit inkább legenda, de egy biztos, hogyha valahol tenni lehetett, ami számunkra nem volt jó, azt megtették a nagyhatalmak. És én azt gondolom, hogy ennek az országnak és a történészeinek azt kell bemutatni, és arra kell utalni, amit megtesz Szabó Pál Csaba, hogy ez az ország volt, van, lesz, és ha Szent Istváni alapokon építkezik, akkor még ilyen kisebbített formában is lehet egy olyan ország, amelyre oda kell figyelni, mert a múltja, a jelene és a jövője megmarad, meg lesz, ha tisztességgel fordulunk hozzá, és én ezt a tisztességet és az odaadást érdem az ő munkájában. A díjat az alapítvány elnöke dr. Szakály Sándor, továbbá Bihari Antal, a Szent István díj alapítója, a kuratórium tagja adta át. A díjátadás után dr. Szabó Pál Csaba megosztotta gondolatait az ünneplő közönséggel. A 4 színészt fölhívtam, az egyik közülük Mécs Károly színművész úr, aki ugye már nem vállal gyakorlatilag semmilyen szerepet. Udvariasan bemutatkoztam neki, és amikor elmondtam, hogy a kérésünk mire vonatkozik, tehát hogy a következő néhány hónapban a Trianon Múzeum jelmondatát, ami úgy hangzik, hogy szeressük vissza Magyarországot,
kölcsönözze a hangját, a meleg, férfias, régi Magyarországot idéző hangját, akkor a művész úr gondolkozás nélkül azt mondta, hogy ezt természetesen vállalja, és amikor egy kicsit beszélgettünk, akkor azt mondta, hogy a Karinthy Frigyes Levél kisfiamnak című novelláját ő még szeretné nekünk elmondani. Azt mondtam, hogy megtisztelve érezzük magunkat, és végül művész úr azzal zárta a beszélgetést, hogy imádkozni fog a Trianon Múzeumért. Én ezzel zárnám a köszönő beszédemet, az én köszönetemet és azt a közös reményt szeretném kifejezni a múzeum elmondatával. Szeressük vissza Magyarországot! A Szent Erzsébet iskola tanára Vereckei Attila és felesége Vereckei Bea egy énekkel tisztelegtek a kitüntetettek és az ünnepség résztvevői előtt. Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar embert, minden igaz magyar embert. Kondor Katalin, a Magyar Rádió volt elnöke, a Szent István díj átadásának háziasszonya az ünnepség végén felidézett egy találkozót. E helynek a szellemiségét átélve tolmácsolnám díj alapítónk Bihari Antal gondolatait. Én sem tudtam róla, hogy vagy 30 esztendővel ezelőtt részt vett az egykori mezőváros Szőgyén községben a felvidékről kitelepítettek első találkozóján. Akkor még nagyanyját és édesanyját kísért el, akik elszenvedői voltak a kitelepítésnek. Azt mondja, valójában itt értette meg a felvidéki magyarok sorsát, itt érlelődött meg benne a körzeti televízió és a Szent István díj megalapításának szándéka a határon túli magyarok szolgálatára. És ilyen az élet, most itt köszönhetjük Szőgyén akkori polgármesterét, Nágel Dezső urat, és a Szőgyénből érkezett vendégeinket. Kérjük, Nágel urat, fogadjon el egy üveg Szent István pezsgőt az összetartozás jeléül.